Ha a következő szezonban rúgok egy 20 gólt, akkor lehet, hogy utána felfigyelnek rám. Kipattan a labda Jahicsról, Tóth megteremti a lehetőséget maga előtt. Tóth Bence 2008 és 2012 között játszott a Ferencvárosban, ahol 49 első osztályú bajnokin szerepelt. Tóth Bencének a legveszélyesebb helyre, Tóth azonban nem lő, most igen! Jelenleg a Szolnok csapatát erősíti, így kedden a Magyar Kupában volt csapata ellen játszhatott. Bár a találkozó előtt derűs volt a hangulat, végül 2-0-ra kikaptak az FTC-től. Na, ez érdekes egyébként, mert a köszöntésnél először a Szolnokot mondtam, amikor megfordultunk, utána meg a Frodit, összenevettünk egy páran, úgyhogy nem fordult még velem elő ilyen, amikor ellenük játszottam ezelőtt, de minden magyar játékos álma először is a Ferencvárosba játszani, én is szívesen játszanék ott. Egyszer már megadatott, ki tudja, hogy mit hoz a jövő, de egyelőre távoli ez szerintem. Szerinted azért meg lenne helyed a Fradiba? Hát én úgy gondolom, hogy most jelen pillanatban nem, de a következő szezonban rúgok egy 20 gólt, akkor lehet, hogy utána felfigyelnek rám. A Derbére miért nem mész? Hát az utóbbi 3 évben ez lesz az első szabad napom, úgyhogy egy költözés van a hátam mögött, elég húzósak voltak ezek a hetek, sűrű volt a program a meccsek miatt is, úgyhogy örülök, hogy tudok egy kicsit fújni. De azért nézed? Azt hiszem, hogy igen. Nem tudom, hogy... hogy lesz időm igazából, de szerintem időt szakítok rá. Aztán a Fradinak szurkolok. Hát nem is Fradi sárba, de Fradi mászba, mert azon van. Nyilván nekik szurkolok majd. A Ferencváros vasárnap 16:30-kor fogadja az Újpestet az NB1 23. fordulójában. Ám addig is figyeljék az NSU TV-t, hiszen számos érdekes felvezető interjút láthatnak.